Ezek a felvételek a Glória olvasó próbáján készültek. A munkahelyi csatározásokat bemutató darabot Guelmino Sándor rendezésében láthatja majd a közönség. Hat előadásból hármat ő állít színpadra a Jászaiban. A ma este megbukunk egy klasszikus bohózat lesz egy amatőr színitársulatról, amely egy krimit próbál bemutatni. Bemutató előadáson minden borzalmasan sikerült, tehát hogy gyakorlatilag elfelejtik a szöveget, a díszlet összedül, egy csomó olyan szörnyűség történik, ami hát igazából nálunk szinte szökő évente szokott lenni, és hát ugye nem is túl acélosak a színjátszásban sem az emberek, úgyhogy a legnagyobb kihívás nekünk az, hogy hogyan lehet igazából tehetségesen tehetségtelenséget ábrázolni. Andrew Bubble, Ha elállt az eső című drámája, a 2019-2020-as évad repertoáriában szerepelt, a 2024-25-ös szezonban Az idegen nyelvek érkezik az ausztrál szerzőtől. Az első felvonásban megismerünk két házaspárt, akik félrelépnek, méghozzá tudtukon kívül tulajdonképpen így keresztbe csalják egymást, és ennek a következményeivel foglalkozik az első felvonás, és aztán tulajdonképpen a második felvonásban újabb szereplőket ismerünk meg, akiket ugyanazok a színészek fognak játszani, akik ilyen-olyan módon kapcsolódnak az előző szereplőkhöz, bekerül egy krimiszál is. Szatíra, bohózat, dráma. Műfajok sokszínűségét ígéri az új évad, amelyben Király Attila rendezőként debütál. Az Én és a kisöcsém című operettet viszi majd színre. Crespo Rodrigo pedig egy, az élet szeretetére tanító darabban instruálja majd a színészeket. Az egyik hamara bemutatónk lesz a Mégis kinek az élete című darab. Ez egy szobrászról szól, Ken Harrisről, aki balesetet szenved és nyaktól lefele megbénul. És az ő történetét mutatja meg ahhoz, hogy milyen döntési joga van egy embernek. Életvégi döntésről beszélünk, hogy életbe kell-e mindenképpen őt tartani, vagy van joga úgy dönteni, hogy ez az élet, ami adatik neki ilyen helyzetben, ez már nem kell neki, és hagyható-e, hogy valaki így meghaljon. A témája ellenére egy olyan darab, ami mégis az élet szeretetére tanít, vagy az élet szeretetét mutatja meg nekünk. A 2024-25-ös szezon több meglepetést is tartogat a nézőknek. 35 éves a Jászai Mari Színház, és a következő évadban 10 éves a társulat. Ugye a 2014-15-ös évadban alakult a társulat. Ez szerintem egy fontos dolog a színház életében. Az utolsó nagy lépés volt, hogy önálló társulattal rendelkezünk. Én hiszek abban, hogy társulatban dolgozzunk, és úgy legyen a szakmai munka, egyfajta műhely munka. Különböző dolgokkal fogunk készülni a nézőinek, amiket most még nem árulhatok el, mert még előkészítési fázisban vannak, és majd meglátjuk, mi fog tudni belőle megvalósulni, és még a társulat sem tud mindenről. Természetesen lesznek gyermekbérletes előadások is. A Jászai Mari Színház 8 bemutatóval készül a legfiatalabbaknak.